Tiszteltel köszöntöm a Frankó TV nézőt, egy csalódott, csallóközi. Először is gratulálok Petinek, hogy 5-ből 5-11-est belőttél. Nem volt kérdés, hogy odaálltál és higgadtam belövőd Ez megint eltervezted, hogy hova fogod lőni? Hát eddig sikeres voltam a 11-esekkel, és úgy voltam vele, hogy folytatom ezt. Tehát, amíg nem hibázok, addig én rúgom a 11-est, és szerencsére berúgtam. Hát meccselőt sajnos elvesztettem egy fogadást, illetve tippelést, mert kettő-kettőt tippeltem. Mi kellett volna ahhoz, hogy kettő-kettő legyen? Voltak helyzetek itt is, ott is. Szerintem a második féldőben jobban játszottak a komárom, de hát az első féldőben volt négy sarani zicser. Hát igazad van, én is úgy gondolom, hogy első féldőben jobbak voltunk. Mink támadtunk, kapufát lőttünk. Sarani ugye, ahogy mondod, még rúghatott volna, azt hiszem két gólt még első féldőben és nem sikerült ugye betalálnunk, és ugye jött ez a bekapott gól, ez egy öngól, ez előfordul, sikerült kiegyenlítenünk. Második fél dőt, ahogy mondod, szerintem is jobbak voltak egy picit, úgy gondolom, hogy elfáradtunk, de még, még szerintem is jobban benne volt ez a x ebben a meccsben. és még a Sarinnak ezen a felén és a második fél volt egy tiszta fejese, amit a kapus nagy kivédett, és szerintem is igazságosabb lett volna a kettő-kettő, de így, így sikerült sajnos, sajnos vereséget szenvedtünk. Hogy láttad a 11-es szituációt, de ugye itt reklamáltátok azt, hogy talán ott sárga lapot kellett volna adni, vagy pirosat. Mi a véleményed erről? Hát mondták, hogy minimum sárga lapot kellett volna, de lehet, hogy pirosat is, Már ugye, hogy utolsó ember volt, nem tudom ezt, így még nem látom videón, de nem kapott ugye sárga lapot se, hát nem tudom. Ja, Varga Petit megkérdeztem, ugye ott az első gól előtt volt itt a vonalán egy olyan saranival szemben, egy olyan félig, meddig szabálytalanság akarták volna, lefújták volna. Szóval, hogy láttad ezeket a keménykedéseket? Durvaság nem volt, de talán egy rangadóhoz méltó az is, hogy férfiasan kemény játék legyen. Hát igen, a bíró engedte a kemény játékot, helyenként le is fújhatta volna, de tovább engedte, hát ilyen, mes, ilyen egy rangadó. Igen, ott volt a végén egy jelenet, amikor a Szőcs Laci kivitt a bolyból, talán összekaptál a Tóth Gabival, megkérdeztem őt, ő, hogy látta, hogy láttad ezt a szituációt, hogy mi volt, amin ott fölhetszelted magadat. Hát a meccsen ugye vannak ezek a emóciók, és hát dolgoztak, hát ugye volt egy kis ilyen összetűzés, utána a Laci tapasztaltan elvitt onnan, ugye régebben együtt játszottunk, aztán meccs végén a Tóth Gabival is kezet és nincs semmi probléma. Rendben van természetesen, ez benne van az érzelmek. Ugye megkérdeztem a Kristóftól is, és végül is ezzel zárom le. Talán nagyon nehéz a Somorján igazi csapatot csinálni az edzőnek is, és a játékosoknak is, hiszen fiók csapat lévén, ugye, talán csak aznap tudjátok, hogy most akkor kijön a dacból, és milyen poszton fog játszani. Ezt Nehéz ezt megoldani? Hát igen, ez a többi csapatnak ez előny, hogy ugye együtt vannak egész héten, már ismerik egymást, ugye össze vannak szokva jobban, és nekünk ez egy kis hátrány, hogy nem tudjuk még, hogy kit küldenek, de hát meg kell oldanunk valahogy. Hát akkor sikerüljön többször megoldani, és hát gyűjtse a pontokat azért ne csak a KFC Komárom, hanem ez a Somorja is, a DAC fiók csapata is, ugye a DAC már kezdte gyűjteni a pontokat, most talán a fiók csapaton a sor. Hát igen, remélem, hogy mink is beindulunk, majd kicsit ott leszakadtunk a táblázatba, azt hiszem, hogy a tizedik helyen megragadtunk, és jó lenne felfele indulni a táblázaton. Köszönöm az értékelést, Nagy Péter. Köszönöm én is.